Ebben az órában minden, ami Fehérvár, a legfontosabb fehérvári történések, információk, programok itt a Vörösmarty Rádióban, és egy nagyon szuper programmal, egy nagyon szuper kezdeményezéssel megyünk tovább itt a 99.2-n. Ugye minden fehérvári városrésznek van adventi programja, van, aminek van ugye külön karácsonyfája, ezzel is foglalkoztunk a minap itt a Vörösmarty Rádióban, és nagyon szuperek, nagyon jók ezek a programok, nagyon komoly közösség kovácsol elővel rendelkeznek. Na, ilyen lesz Öreghegyen, hiszen kitalálták lelkes civilek, hogy milyen szuper lenne, hogyha rengeteg adventi programot tudnának szervezni az Öreghegyen élőknek, úgyhogy itt van velem a fő ötletgazda, kitaláló, fő kolompos, mondjuk így, Hegyvári Georgina, köszöntelek, szia! Szia! Köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Na, jó, hogy itt vagy, köszönöm szépen. Nagyon jó ez a kezdeményezés, beszéltünk már erről nyilván adáson kívül, meg jó pár napja beszélünk erről a dologról. Beszéljünk akkor erről. Nyilván ugye a kérdés egyszerűnek tűnik, hogy hogy jutott ez eszedbe, mert azért a városban ugye van advent, vannak adventi programok, karácsonyra hangoló. Úgy érezted, hogy mondjuk abban a részben lenne rá igény, gondolom, hiszen ott laktok. Így van, így van, Öreghegyen élünk, és három kicsi gyermekünk van. Szép feladat. Igen, valóban, és nagyon szerettem volna nekik megmutatni itt a szűkebb városrészünkben is ezt a karácsonyi csodát, hogy lássák a fényeket, tök milyen jó. Egy feldíszítve a szűkebb környezetünk, ahol élünk. Aha, és akkor kitaláltad, és akkor ezt megcsináljuk mindenképpen. Tűzön, vizen át megcsináljuk. Egyedül vagy ebben, vagy azért vannak mondjuk lelkes segítőid is? Hát a leglelkesebb segítő az a férjem. Jaj, de jó, ez a legjobb, ez a legjobb. Igen, de egyébként nagyon lelkes öreghegyi lakosok és vállalkozók álltak mögénk, valamint a Vegyél Fejért programmal Szontágné Kovács Erika és Berdó Erika is támogatnak bennünket lelkesen. Illetve a termelők, kézművesek is nagyon örültek a lehetőségnek, hogy bemutatkozhatnak itt. Aha. De ezt majd hogy fog kinézni, hogyha mondjuk valaki nem tudja még elképzelni, rátérve mondjuk a gyakorlati részére, hogy kell elképzelni, hogy mennyien program lesz, hogyha valaki ellátogat, akkor mivel találkozhat, mit csinálhat, mivel szembesülhet a szó nemes értelmében nyilván? Igen, a program és a vásár hivatalos megnyitója december 8-án lesz, és úgy terveztük, hogy minden pénteken és szombaton délután 15-től 19 óráig tartana. Az igen. Lesznek fatermékek, szezonális ajándékok, száraz tészta, házi süti, tehát elég sok kürtös, kalácsos is jön hozzánk, forradból, forradbuncs, tehát nagyon nagy választékú lesz a kínálat, illetve lesznek emellett kis karácsonyváró programok. Igen. Van mellette egy kis helység, ahova szervezünk olyan foglalkozásokat, élményfoglalkozásokat, ahol a szülők, gyermekek tudnak egymással kapcsolódni. Valamint az egyes napokra, például december 8-án a Mennyitón lesz egy mikulásváró rendezvényünk a Mesi Műhelyjel. Igen. Közösen, és odaérkezni is fog majd a Mikulás is hozzánk. Igen, igen, ezek a programok javarészt ingyenesek, igen. Tehát amik a szabadtéren találhatók, persze. Minden gyermeket, szülőt várunk rá nagy szeretettel. De jó, tehát lesznek akkor én kézműves foglalkozások is, gondolom, hogy elmaradhatatlan, ez is igen, mondjuk ezeknek. Igen, egy kicsit kuriózummal készültünk, bocsánat, hogy a szabadra vágtam, nyugodtan. Ilyen mézes kalácsházi kodíszítő élményfoglalkozás lesz. De jó. Igen, illetve lesz december 9-én érkezik hozzánk Béci, a kicsi póniló, ahol vele lesz egy játékos foglalkozás az egyik lovasiskolának a közreműködésével. Na ez jó, tényleg ezek olyan programok, amik persze kellenek ugye a megszokott karácsonyi programok is, szintén a szó jó értelmében, de kellenek olyanok is, ami mondjuk ritkábban van, vagy nincsen például. Meg ugye nagyon jó, mert tényleg, amit mondtam a bevezetőben, ezek nagyon-nagyon komoly, mondjuk közösségteremtő erővel rendelkeznek, és nyilván ugye egyik célja az volt, hogy Öreghegyen nyilván én nem ott élet, nem ott lakom, de mindig van azért mind dolgozni. Biztos, hogy jó közösség van, biztos, hogy jó emberek lakják, de szerintem ebből soha nem lehet elég az ilyen programokból.
Így van, a célunk az, hogy az ünnepértékeit a városrészünkben élőkkel közösen megélve együtt teremtsünk egy felejthetetlen élményt az idei adventi hétvégékre, és erősítve ezzel is a városrészi közösségi szellemet és a hagyományokat. Ez egy nagyon... Elfoljuk ezáltal, igen. Nagyon-nagyon szép üzenet, és nagyon-nagyon jó dolog. Ugye az elsőt említettük, az december 8-án lesz, ha jól emlékszem? Az első jelentkezmény december 8-án, és mikor kezdődik, az 15 órát mondtál? 15 órát. Aha, 15 órától egészen. Igen. Hát azért mondjuk nem rossz, azért az egy 4 órás rendezvény lesz, és ugye minden héten, ugye karácsonyig bezárólag, azért oda kellenek résztvevők, közreműködők, hát meg nyilván ugye nagyon fontos a közönség, akiért teszitek, akiért csináljátok. Most maradjunk az elsőnél, akkor ezen lovagolnék még egy picikét, hogy akkor az első lesz, ugye december 8-án 15 órakor fog majd elkezdődni. Valaki oda megy, mondjuk egy tipikus magyar családot, anya, apa, gyerekek, remélhetőleg mind a négyen el tudnak menni, akkor gondoltatok apára, anyára is, gyerekekre, és ez mindenki ott megtalálja a kiszámítását, tehát mindenki feltalálja magát. Mondjuk, ha megnézzük rögtön az első nap programját, akkor arról beszélünk egy picit, hogy akkor tényleg mi lesz konkrétan, mondjuk a leges-legelső ilyen adventi, mondjuk így hétvégén vagy hangolón. Lesz egy hivatalos megnyitója. Igen. Ami, hogyha minden igaz, a városba érkezni fog hozzánk az a polgármester úr. Aha. Igen, és... Utána pedig kezdődik a mesi műhelyel egy ilyen mesés, játékos, mikulásváró foglalkozás, ami megmozgatja a gyerekeket, elkészíti. Az a célunk ezzel a foglalkozással, hogy a gyerekeknek élményt adjunk, megismerjék az ünnep értékeit, és ugye, hogy ha jön a Mikulás, találkozzanak is vele, és a Mikulással közösen tudjanak fényképezni. Na, itt az ajándékozásra szeretnénk a hangsúlyt teremteni, hanem az élményre. Hát úgyis kaptak annyit egyébként, pont arról beszéltem, hogy töménytelen mennyiségű csoki játék, tehát szerintem már így púpa hátukra nagyjából egy újabb ajándék, tehát igazából tényleg nem tudnak. Viszont az élményt azt élvezi a gyerek, mert azt elviszi magával. Tehát sokkal nagyobb élmény lesz ez neki szerintem, mint a mondjuk egy tárgyasított valamit kapna a gyerek. Tehát ez egy fontos dolog. Igen, meg lesz, megjön a Mikulás. Így van, és emellett ugye vannak a kézművesek, a termelők, kint lesznek, akik különféle portékkal állulják a termékeiket. Lesz a forralt puncs, ez alkoholmentes lesz, igen, gondolva a gyerekekre is. Persze. Igen, almaléből és megyléből. Az jó, az finom. Igen. Ugye a házi sütik, lesznek szezonális termékek, tehát hogyha valaki esetleg még nem szerezte be az adventi koszorúját, itt beszerezheti. Hát be tudja szerezni majd. Igen, lesznek textil babák, gyertyák. Tehát minden, ami kell az ünnephez. Igen. Meg a másik, amiért jó, ugye, hogy közösséget tenni, a másik az, hogy tapasztalatot lehet cserélni. Tehát ilyenkor, mikor összegyűlnek, nyilván a karácsony bűvkörében, fő téma feltételezhetőleg a karácsony, lesz még ugye mondjuk a négy szem közti interakciókban, beszélgetésekben, dialógokban, és egy tapasztalat cserének is, hogy én ezt csinálom, nálunk ilyen lesz a kaja, nálam olyan lesz a kaja, nekünk ilyen süti, nekünk a gyereknek ezt hozza a Jézuska ajándékba, és akkor tehát itt lehet tapasztalatot cserélni, ötletet meríteni, tehát pont ezért van, hogy így is épüljön a közösség. Így van, pontosan. És december 9-én lesz az első mézes kalács házikó díszítő élmény foglalkozás, amire annyira sok pozitív visszajelzést kaptunk, és most már szinte ez az alkalom be is telik. Az igen. Hogy még hirdettünk december 16 és 22-re is, hogy tehát még arra is van. Jöjjön, csatlakozzon, persze, igen, mert ez is egy akkora élmény a gyerekeknek. Hát hogyne? Hogy ugye megteremtjük azokat a feltételeket, amire otthon az ember, vagy az anyukák nem biztos, hogy beleállnának. Hát hogyne. Igen, mert utána azért takarítani, mit tudom én, persze ismerjük, igen, és érthető is több esetben. Kap mindenki egy szép kis házikot díszítetlenül, megkapja hozzá minden kelléket, és akkor együtt, közösen tudják díszíteni, majd hazavihették ezt. Nagyon szuper. És helyileg egyébként ez hol lesz? Tehát hol képzeljük el ezt helyileg? Hol van? Öreghegyen, a Késmárki utca és a Késmárki közsarkán található egy fitness park, és ott szépen körbe fogjuk települni. Na.
És bízunk akkor az időjárásban, hogy azért hát kegyes lesz esetlegesen hozzánk, mert hogyha nem, akkor hát úgy viszonylag nehéz egy szabadtéri programot megtartani. Megszervezni viszont így meg lesz ugye mindenkinek a természet közeli élmény. És még egy kérdés a beszélgetés végén vagy vége felé aladva, ha valaki bővebb információt szeretne erről tudni, vagy esetlegesen elfelejtette, ugye, mert a szó elszállírás megmarad, hol informálódhat erről mondjuk? A rendezvénynek az a neve, hogy Varázslatos Adventi Készülődés az Öreghegyen. Igen. Így meg is található Facebook? A közösségi médiákban, igen, a Facebook és Instagram oldalon is. Igen. Illetve plakátokkal, szórólapokkal is fogunk készülni. Ja, tehát akkor az is lesz, tehát azon is azért megtalálják az emberek. A magával a területtel szemben van egy kis helység, amit Adventi Kuckónak hívunk. Uh-huh. Az is meg fogja nyitni a kapuit, és ott is lesz mindenféle információ. Uh-huh. És még egy dolgot kifejtettem, hogy csatlakoztunk a cipős doboz akcióhoz is, a baptista szeretetszolgálat felhívására, így hogyha valaki szeretne hozzájárulni, ez akkor itt le tudja adni nálunk. Igen. Ezt jó, hogy elmondtad, ez egy fontos dolog. Én köszönöm szépen neked, hogy itt voltál nálunk. Én köszönöm.